Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Cáfolja a NAV Bomba Gábor állítását, volt köztartozásuk az Éjjel-Szekszárd frakció tagjainak. Szakmai elismerés, a hazai nukleáris energiatermelés fejlesztéséért kapott díjat Süli János. Tolna 109, össze kell hangolni a helyi és a megyei terveket. A cél a szemléletformálás, a csapvizet népszerűsítő kampány zajlik Tolna megyében. Törvénytelenül működhetett a szekszárdi közgyűlés tavaly november óta. Az adóhatóság ugyanis egyértelműen cáfolja azt, hogy az Éjjel-Szekszárd frakció két tagja teljesítette a törvényi kötelezettségét, mert nem kérték időben a felvételüket a köztartozásmentes adózók listájára. Sőt, adótartozásuk is volt, pedig egy képviselőnek ezt a törvény egyértelműen tiltja. Bomba Gábor és Csötönyi László ezt korábban tagadta, azonban a polgármester nemrég kapta meg az adóhatóság állásfoglalását, amiből kiderül, hogy az Éjjel-Szekszárd tagjainak igenis volt adótartozása. Még augusztusban intézett törvényességi felhívást a Tolna megyei kormányhivatal a szekszárdi önkormányzat felé, mert Bomba Gábor az Éjjel-Szekszárd frakció vezetője és Csötönyi László az Éjjel-Szekszárd tagja megválasztásuk után 30 napon belül nem kérték felvételüket a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ezáltal jogsértést követhettek el. Ács Rezső polgármester adatkéréssel fordult ezügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mely meg is küldte az érintett képviselőkre vonatkozó adatokat, amikből egyértelműen látszik, hogy az Éjjel-Szekszárd tagjai valóban nem teljesítették törvényi kötelezettségüket. Szeretnénk azt látni, hogy ebben az időszakban mi történt. Az egyiknél ez több mint 10 hónap, a másiknál pedig 5-6 hónap, hogy ez az idő alatt miért nem voltak ennek a bázisnak a tagjai, és képviselőként gyakorolhatták-e a jogaikat, tehát gyakorolhatták-e a szavazatjogukat, felvehették-e a képviselői tiszteletdíjakat. Az ügy nyilvánosságra kerülésekor augusztus 28-án Bomba Gábor egy Facebook posztban próbálta cáfolni, hogy ő és Csötönyi László nem teljesítették megválasztásuk után a képviselői feladatkörrel járó törvényi kötelezettségüket. Bomba Gábor akkor a poszt alján azt írta, idézem, nincs egy képviselőnek sem köztartozása, ezt mindenki határidőre, még az eskütétel előtt igazolta, így a közgyűlés mindvégig törvényesen működött. A NAV mostani levele szerint viszont ez nem igaz. Csötönyi László ugyanis csak január 6-án kérte, hogy felvegyék a köztartozásmentes adózók közé, az esküjét pedig sokkal korábban, 2019. novemberében tette le. Ráadásul először a NAV elutasította Csötönyi László kérelmét, mert köztartozása volt. A NAV azt is cáfolja, hogy Bomba Gábor tavaly november óta folyamatosan eleget tett a törvényi kötelezettségnek. Az adóhatóság ugyanis most azt írta, hogy őt idén márciusban adótartozás felhalmozása miatt törölték, és csak szeptember 10-től került vissza a jó adózók sorába. Tudni kell, hogy ezen időszak alatt több 100 000 forint képviselői tiszteletdíjat vettek fel, vagy milliós képviselői tiszteletdíjat vettek fel. Én azt gondolom, hogy egy képviselőnek minimum a törvényeket, és minimum a saját magára szabott törvényeket, hiszen ilyen esetekben a kivizsgálásra az a bizottság jogosult egyébként a méltatlanság kivizsgálására, amely bizottságnak a vezető éppen Csötönyi László. Ács Rezső szerint az is megkérdőjelezhető, hogy a közgyűlés által meghozott határozatok jogszerűek-e. A város polgármestere a Tolna megyei kormányhivatalhoz fordul állásfoglalásért. Az adóhatóság Ács Rezsőnek küldött válaszával kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort és Csötönyi Lászlót is, az Éjjel-Szekszárd frakció tagjait. Szerettük volna tőlük megtudni, miért állították a közösségi médiában, hogy a megválasztásuk óta nem volt köztartozásuk, ami feltétele a közgyűlés szabályos működésének, miközben a NAV ennek az ellenkezőjét írta a város polgármesterének. Bomba Gábor és Csötönyi László viszont adásunkig nem válaszolt a kérdésünkre. Lévai díjat kapott Süli János a Paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. A díjat a hazai nukleáris energiatermelés fejlesztésében betöltött több évtizedes, kiemelkedő teljesítményéért ítélte oda az Energiapolitika 2000 társulata. Több energetikai előadás is elhangzott az eseményen.
Süli János a Paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter szeptember 21-én a Nemzeti Energetikáért díjat vehette át Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A díjat a hazai nukleáris energiatermelés fejlesztésében betöltött több évtizedes kiemelkedő teljesítményéért ítélte oda az Energetika Politika 2000 társulata. A szakmaiság mentén próbáljuk a saját utunkat kijelölni, járni, és néha szüksége van arra az embernek, hogy valakik azt mondják, hogy igen, annak ellenük sok támadás érhet bennünket, mert nem mindenki atomerőmű párti, nem mindenki. Mi ugye azt mondjuk egyértelműen mindig, hogy mi zöld energiát állítunk elő, környezetet abszolút nem terheljük. A Lévai András energetikai mérnökről elnevezett díjak átadása után előadások hangzottak el. Az előadók között volt Kovács Pál, a Paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár, aki az energiaellátás lehetőségeiről tartott prezentációt, és elmondta, hogy bár támogatják a megújuló energiát, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az csak kiegészítésnek jó, hiszen időjárástól függően az ország energiafogyasztásának kevesebb, mint 1%-át lehet vele előállítani. Azonban a nukleáris energia már bizonyított. Az atomenergia ugye Magyarországon már 40 év óta folyamatosan termel, folyamatosan szolgáltatja nagy mennyiségben megbízhatóan a villamos áramot. Ez eljut szinte minden fogyasztóhoz, hiszen a hazai termelésnek az 50%-át ma már a Paksi atomerőmű működő 4 blokkja adja. A hazai villamos energiatermelés jelentős részét zöldítette ki a Paks 1-jel megjelenő atomenergia, mivel nincs széndioxid kibocsátása. Paks 2 elindítása után a 6 blokk együttes üzeme több mint 30 milliárd tonna széndioxid kibocsátást fog megelőzni. El kell készíteni a hosszabb távú terveket, melyekben szem előtt kell tartani, hogy a településeknek saját lábukra kell állni, mondta Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke Bátaszéken. A megyei vezető Bozsolik Róbert polgármesterrel a jövőbeni fejlesztések lehetőségeit vitatta meg. A Tolna 109 elnevezésű Tolna megyei közgyűlés által vezényelt fejlesztési program egyeztető folyamata zajlik. Ennek keretében találkozott Orbán Attila a Tolna megyei közgyűlés alelnöke és Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere. A közgyűlési alelnök azt mondta, fel kell készülni arra, hogy a településeknek 10-12 éven belül saját lábukra kell állniuk, és olyan projekteket kell támogatni, melyek erősítik ezt a folyamatot. Elsősorban úgy szeretnénk a fejlesztéseket megtervezni és majd végrehajtani, hogy a helyi igényeknek feleljünk meg. Tehát ne mi Szekszárdról vagy a megye központból találjuk ki, hogy Bátaszéknek vagy egy-egy településnek mi lenne fontos, hanem hadd mondják el ők nekünk. Bátaszéken a nemrégiben átadott agrárlogisztikai központ további fejlesztéséről, valamint egy térséget összekötő kerékpárút kialakításának lehetőségeiről esett szó. Néhány évvel ezelőtt bezárásra került Bátaszék és Pécsvárada összekötő vasúti útvonal, ami tökéletesen alkalmas lehetne egy kerékpárhálózatnak a létrehozására. Fontos lenne, hogy a megyeszékhely kerékpáron is összeköttetésbe kerüljön adott esetben Bátaszékkel. Bozsolik Róbert azt mondta, az agrárlogisztikai központ fejlesztése növelné a helyi adóbevételeket, melyek megerősítenék a város költségvetését. Orbán Attila véleménye szerint fontos cél a jövőben a városok gazdasági erejének megerősítése. Még mindig nagyon sokan vannak a hazai utakon, akik szabálytalanul közlekednek. Ez derül ki a rendőrség múlt héten tartott kétnapos akciójából. Az egyenruhások 13 csoportban 35 különböző helyszínen ellenőrizték a sofőröket és az utasaikat. A két nap alatt pedig csak Tolna megyében 179 esetben állapítottak meg valamilyen jogsértést. A legnagyobb gond a biztonsági öv használatával akadt. Az egyik legkiemelkedőbb a biztonsági öv használatának elmulasztása, amely 93 gépkocsiban utazó személynél került megállapításra. Ez azért is nagyon sok, mert a balesetek nagy százaléka azért következik be, és azért lesz tragikus vagy súlyos kimenetelő a baleset, mert a biztonsági övet az utasok vagy a járművezetők nem használják. Ezen felül 26 olyan járművezetővel szemben intézkedtek kollégáim, akik mobiltelefonkészüléket tartottak a kezükben vezetés közben, illetve voltak olyanok, akiknek a figyelmét az útról, illetve a vezetésről az étkezés vagy az italfogyasztása vette el.
Óvodásoknak szervezett szemléletformáló, az ivóvizet népszerűsítő programot az Erőv ZRT. A vízszolgáltató cég a következő hónapokban minél több hasonló rendezvényt tervez gyerekeknek tartani. Azt mondják ugyanis, hogy a kicsiken keresztül a szülőkre is hatni lehet. Látszott valami foltocskát? Vagy hogy mondjam, talán ilyen foltszerűt látunk? Mikroszkópon át a saját szemükkel nézhették meg a kéti óvodások, milyen fonalférgek találhatóak meg a szűretlen vízben. Aztán azt is szemügyre vehették, hogy néz ki a már megtisztított ivóvíz. Néhány méterrel arrébb pedig az ivóvízzel kapcsolatos ügyességi vetélkedőn próbálhatták ki magukat a két gyerekek. Ebben az intézményben nem csak most, hanem minden napon nagy gondot fordítanak arra, hogy a hozzájuk járó gyerekek már a legfiatalabb korban elkezdjenek megismerkedni a környezetvédelem és a tiszta ivóvíz fontosságával. A vízünk az szűrt víz, abból isznak a gyerekek. Ott a csapnál elmondtuk, hogy addig töltjük csak, ameddig megisszuk, tehát ne öntsünk ki vizet. Amikor kezet mosunk, akkor is mielőtt beszappantozzuk, megvizezzük, de elzárjuk a csapot, szappanozunk, és utána nyitjuk ki újra a vizet. A gyerekek az Erőv ZRT az ivóvizet népszerűsítő kampányának részeként vehettek részt az életkori sajátosságaikhoz összeállított szemléletformáló programon. A vízszolgáltató cég munkatársai a következő hónapokban az ellátási területükön minél több hasonló programot akarnak megvalósítani. Maga a kisgyermek is formálja otthon a szüleit, illetve a nagyszüleit is, mert van rá olyan példa, hogy akkor otthon elmondta, hogy apa, anya az óvodában mez volt, és akkor zárjuk el a vízcsapot, kevesebb vizet fogyasszunk, más dobjunk be a szennyvízbe, és ez már megérte. Az Erőv ZRT munkatársainak a célja, hogy valamennyi településre eljussanak hasonló programokkal, ahol a vállalat ivóvizet szolgáltat. Nyilvános felolvasást tartottak Baka Istvánra emlékezve és tisztelegve az író, költő, műfordító halálának 25. évfordulója előtt. A szekszárdi vármegyeházán megrendezett eseményen a Vosinszky-Mór megyei múzeum és a Baka István alapítvány közös szervezésében zajlott. A megjelentek az író, a kisfiú és a vámpírok című kisregényét olvashatták, illetve hallgathatták teljes terjedelmében. A helyszínválasztás sem volt véletlen. Azért a Vármegyeháza egyébként, mert maga a kisregény cselekménye itt játszódik főként, illetve a temetőben, de ez a fő helyszín, és konkrétan ahol ülünk, és olvasunk, és illetve hallgatjuk ezt a művet, az a díszterem, amiben egy fő része a cselekménynek játszódik, úgyhogy ezért álmodtuk ide ezt a dolgot. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. A sikeres folytatása tét, lakossági fórum Mohácson az időközi választás előtt. Kitüntető címeket is adományoztak, 25 éve avatták várossá Sásdot. Végéhez közeledik a szüret a Dél-Balatonon, felvonulással és mulatsággal ünnepeltek a hétvégén. Gyűlölködés, gyalázkodás és a városi pénzek megszerzése, ez jellemzi a baloldali tömörülés tevékenységét Mohácson. Erről beszélt a térség országgyűlési képviselője egy lakossági fórumon. Hargitai János szerint a fejlődés a tét, a sikeres város léte a vasárnapi időközi választáson. Szerinte a baloldali jelöltek élükön a polgármesterrel szét akarják verni azokat a kereteket, kapcsolati rendszereket, amik mentén 20 éves fejlődést ért meg Mohács Szekó József vezetésével. Az álfüggetlen politikusok valójában a város megtakarított milliárdjaira akarják rátenni a kezüket, hogy ebből fizessék a kormányzat ellen hirdetett háborújukat. Ezért bízik abban, hogy a választók a fejlődést és a siker folytatását választják majd vasárnap. Lakossági fórumra gyülekeztek a mohácsi szőlőhegyen élők szeptember 18-án. A Fidesz helyi képviselőjelöltje várta őket. Úgy gondolom, hogy a Szőlőhegy ez egy olyan hely lett, hogy népszerűvé vált a városlakók számára, és nagyon sokan kiköltöztek. Úgyhogy az óvodán is azt láttuk, hogy az egycsoportos óvodából kétcsoportos lett 3 éve, úgyhogy olyan sok gyerek és gyerekes szülő jött ide a Szőlőhegyre, nagy örömünkre. A körzetben mintegy 800-an laknak. Jelenleg a köztéri biztonsági kamerarendszer kiépítését és a csatornarendszer bővítését szeretnék az itt élők elérni. Speciális csapat fogja kezelni a teljes kamerarendszert, és ezt ki fogjuk bővíteni. Erre nem kell sajnálnunk akár saját forrásból pénzt. A szennyvízrendszereket meg kell tervezni, és meg kell kezdenünk a kivitelezéseket. Ez egy komolyabb program lesz, tudjuk, hogy ennek költségvonzata is van, ezt pályázati pénzből szeretnénk megtámasztani.
Minden egyes ilyen hálózatot pályázati pénzből építettünk. A mohácsi Fidesz polgármesteri jelöltje is részt vett a fórumon. Pávkovics Gábor arról is beszélt, hogy jelenleg 46 fejlesztési program fut a városban, amit még Szekó József idején kezdtek el. Ez az út kerülhet veszélybe, ha a változást akarók nemzedékére szavaznak vasárnap, mondja a térség parlamenti képviselője. Ha vanra szavaz a város, akkor a baloldalt kapja meg. Azt a sikertelen baloldalt, aki 2010 előtt utoljára teljesen tönkretették az országot. Előtte meg jó néhányszor. Mitől sikeres ez a város? A Szekó Józsit méltattuk eleget. Nem lehet eleget méltatni. Attól sikeres a város, azért tudtak itt fejlesztések történni, mert önök 20 éve következetesen, legyen szó helyi önkormányzati választásokról, vagy országos választásokról, mindig egy irányba adtak felhatalmazást. A képviselő azt mondja, Mohácsnak 2,5 milliárd forintja van állampapírokban, 1,5 milliárd forint működő tőkéje. Ez vonzza a baloldali tömörülést. Mert ha ők erre rátenyerelnek, akkor ez a pénz nem ezekre a fejlesztésekre fog elmenni, mert egyrészt megvalósítani se tudnák őket, de nem is ez a cél. Ezt lehet másra használni. Ezeket az összegeket fel lehet használni abban az ideológiai háborúban, amit néhány városban már csinálnak, ami a kormány ellenében történik. Lehet ezt a pályát is választani. Érezhetjük mi magunkat mohácsiaknak olyan erősnek, hogy majd mi neki megyünk a kormánynak. De hogy rajta veszünk, az egész biztos. Nem ezt az utat kell választani Hargitai János szerint, hanem azt az együttműködést, azt a kapcsolati hálót a kormányzattal, ami Mohács fejlődését szolgálta az elmúlt 20 évben. Ezt akarja most szétverni a gyűlölködő baloldal, akik még az elhunyt polgármestert is gyalázzák. Ezért kell megállítani őket szeptember 27-én, mondta a politikus. 25 évvel ezelőtt nyilvánították várossá Sásdot. A jubileum alkalmából ünnepi közgyűlést tartottak a baranyai településen. Az eseményen kitüntető címeket is adományoztak azoknak, akik munkájukkal részt vállaltak a város és a közösség építésében. Justinger János polgármester hangsúlyozta, az elkövetkező években továbbra is az a cél, hogy minél élhetőbb jövőképet nyújtsanak a település lakosainak. Városavatásának 25. évfordulóját ünnepli idén Sásd. Ebből az alkalomból ünnepi közgyűlést tartottak a baranyai városban. Az eseményen számos kitüntető címet adományoztak azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a település gyarapításához, fellendítéséhez. Kovács Magdolna, Sásd város egykori polgármestere részére a település várossá nyilvánítása érdekében végzett elépülhetetlen érdemei elismeréséül Sásd városért díj kitüntetést adományozza. Sásd korábbi polgármestere 38 évig dolgozott a településen, mielőtt azt várossá nyilvánították. Most az első között részesült az elismerések sorában. Az idén 74 éves Kovács Magdolna meghatódva mondta el a résztvevőknek, hogy megfogadta, nem tér vissza Sásdra, de az álmoknak nem lehet parancsolni. Negyed század az negyed század, és de ennek a településnek minden kövét ismerem, bánatát, örömét. És gratulálok, és drukkolok annak, hogy a fiatalok most tovább vigyék azt, amit valamikor mi elkezdtünk. A város jelenlegi polgármestere biztosította a megjelenteket arról, hogy hisznek a sásdiak jövőjében. Justinger János elmondta, az elkövetkező években milliárdos nagyságrendű projektek várnak megvalósításra a településen. De van más is, ami több, mint malter és tégla, hiszen ezek az elkészült és elkészülő épületek és beruházások csak akkor telnek meg élettel és lélekkel, hogyha a sásdiakat valódi közösséggé formáljuk. Azt hiszem ez a legfontosabb feladatunk, és ez a közösség most van megszületőben itt Sásdon. A városvezető hozzátette, a kitüntető címek is mutatják, milyen rendkívüli év van a település mögött. Kiemelte, minden sásdinak köszöni áldozatos munkáját, akik önzetlen tevékenységükkel részt vállaltak a közösség építésében. Zamatos, gyümölcsös borok várhatók idén a Dél-Balatonon. Jó évjáratot remélnek a borászok, akiknek többsége már a szüret végéhez közeledik. Ezt több településen is megünnepelték a hétvégén. Balatonbogláron például táncházban robhatták a vendégek. A pohárban egy oportorozé van, a színén is nagyon szépen látszik, hogy egy rózsaszínes, lazacos árnyalata van. Szerintem egy nagyon szép, elegáns rozé lesz belőle.
Márton napkor már ez az új bor is kóstolható lesz, mondta Hújber Attila balatonboglári borász. Augusztus 20-a környékén kezdték a szüretet az irsai olivérrel. A legtöbb fajtát már leszették, csak az olasz rizling van még tőkén, és testes érlelhető vörös fajták, de ezeket is egy-két héten belül szüretelik. Virágzáskor hideg idő volt, és a kötődések, főként a korai fajtáknál nem voltak megfelelőek, ezért a tavainál 20-30%-kal kevesebb termés várható idén. A minőségre azonban nem lehet panasz, hiszen illatban, zamatban szép borok ígérkeznek, mondta a balatonboglári borász. Az augusztusi meleg mindenképpen jó volt, tehát a megfelelő napsütéses órák száma és a hőszeg megvolt. Az augusztus végi csapadék már annyira nem hiányzott, tehát itt már elkezdett a szőlő gyakorlatilag vékonyodni a bogyóhéjak, de a későbbi fajták, amit később születelünk, a sárdanék, vörösek, ők jó bírták a csapadékot még. Immár hagyományosan a szüret végének közeledtét több dél-balatoni településen is megünnepelték. Balatonbogláron szombat este folk kocsmába és táncházba várták az érdeklődőket. Amúgy egyébként az őszi ünnepek, amikor zömében a tavasszal elvetett növényeknek a betakarítása volt, ez nagyon sokszor volt jellemző, különféle bálokat rendeztek ilyenkor, kukoricafosztó, vagy pityókabál, ugye a krumpit is nagyjából most szedik fel. A programra nem csak a táncos lábúakat várták. Ahogy minden ünnep kapcsán, úgy hajdanán, szüretkor is tartottak táncos mulatságokat, ezt igyekeztek feleleveníteni Balatonbogláron. A testmozgás és az egészséges életmód állt a középpontban Kárászon. Sport hétvégét rendeztek a Baranyai településen a hétvégén. A gyalogló és futóversenyek mellett rallyautó bemutató, offroad kirándulás várta az érdeklődőket, de véradást és jótékonysági vásárt is tartottak a helyszínen. A háromnapos esemény célja a sport népszerűsítése. Sporthétvégét rendeztek Kárászon. Az esemény célja elsősorban az, hogy felhívják a figyelmet a testmozgás fontosságára. Ennek keretében többek között gyalogló és futóversenyekre nevezhettek a helyiek és az érdeklődők. Volt, aki Dombóváról érkezett a rendezvényre, köztük az olimpikon gyalogló Cukor Zoltán. A többszörös válogatott sportoló 46 évig versenygyaloglásban és hosszú távú gyaloglásban tevékenykedett. Azt mondja, érdemes minél fiatalabb korban megszerettetni a testmozgást. Úgy látom, hogy minél kisebbeknél kezdünk, annál működőképesebb a dolog, és itt is azért itt láttam, hogy azért elég nagy bátorságra val, hogy a picik is nekiálltak 2-3 kilométert legyalogolni, mert az köztünk szóval nem egy kevés kilométer, nem egy rövid táv, úgyhogy bízom benne, hogy megtetszik majd nekik a sport, nem fáradnak el annyira, hogy esetleg ne tetszen nekik. A versenyzők 2, 5 és 10 kilométeres távokon méretették meg magukat, melyekre közel 30-an jelentkeztek. A sport hétvége szervezői azonban más programelemekkel is kedveskedtek az érdeklődőknek. Rallyautókiállításon, offroad autókiállításon az offroadosok még viszik is a gyerekeket, illetve a bátrabb felnőtteket is itt az erdőbe egy kicsit. Emellett még egy véradást is szerveztünk a mai napra, közel 30 embert várunk a véradásra. A háromnapos rendezvényen nagy hangsúlyt kapott az egészséges életmód is, emellett jótékonysági vásárnak is helyet adott a település. A befolyt összeget pedig egy a koraszülött csecsemőkkel foglalkozó alapítvány javára ajánlják fel. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Cáfolja a NAV Bomba Gábor állítását, volt köztartozásuk az Éjjel-Szekszárd frakció tagjainak. Szakmai elismerés, a hazai nukleáris energiatermelés fejlesztéséért kapott díjat Süli János. Tolna 109, össze kell hangolni a helyi és a megyei terveket. A cél a szemléletformálás, a csapvizet népszerűsítő kampány zajlik Tolna megyében. Szerdán folytatódik az átlagosnál több fokkal melegebb időjárás, de már több felhő zavarja a napsütést. Délelőtt zömében még napsütés valószínűbb. Délután kevés helyet érintően elszórtan, késő délután este éjszaka több felé alakulhatnak ki záporok, zivatargócok. Megélénkül a déli szél. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket.
Ha látnak valamit, ami önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!